kisebbségi önkormányzat vezetőit, székely barátaimat. Köszönöm szépen, hogy felöltöztek. Köszöntöm édesanyámat, rokonaimat. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy eljöttek, hogy együtt ünnepelhessünk. És kérném szépen püspök atyától, hogy a szentmisét mutassa be. Nagyon köszönöm. Hát én is mindenkit nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntök. És köszönöm, hogy ezen a gyönyörű napon, nagy 5. vasárnapra nem különleges ünnepi nap, de ebben a közösségben, nek plébániának a szívében, lelkében, egyházközségeiben egy gazdagság plébános beiktatása, és valahol egy nagyon újnak és egy nagyon szépnek a megerősítése az életünkben. A lét, az élet, az ajándék. És minden találkozásban ez az ajándék van. Isten nem gondolatokat, nem tanítást, nem törvényeket akar a szívünkbe adni, hanem önmagát. Találkozni akar, és ajándékozni. Bárhogyan vagyunk itt, bárhogyan kerültünk ide, higgyen mindenki benne, hogy Isten neki most készített egy személyre szabott ajándékot. Csak ki kell nyitni a szívünket, csak jelen kell lenni. Így vegyünk részt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a bűnbánatunk segítsen, hogy méltó, nyitott, szabad szívvel fogadjunk Isten ajándékait. Jónom, a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amely Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön. Íme kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek szeretném kérni, akik ott az ajtó mögött
csatornát, vagy az oszlopot, hogy egy kicsit lépjünk bejjebb, hogy mindenki ott se látni, se hallani nem lehet, az ott a kitaszítottak helye. Jó, tényleg ott az üvegajtó mögül jöjjünk már be. Az annyira méltatlan már, hogy jó, kérném, segítsük őket, hogy beljebb jöjjenek. Megvárom, még mindenki bejön, nyugodtan van idő. Kérném, még ott van valaki látva, mint hallvány. Úgy bizony. Bejön, úgy, be egészen. Hanem se látni, se hallani. Közösségről beszélünk, igen. Köszönöm. Abban az időben
Lázár testvérei megüzenték Jézusnak, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz, menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult, megkérdezte, hová temettétek? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak, ő, aki visszaadta vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, mely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére megjegyezte, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki, mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus az égre emelte szemét, és így szólt, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Excellenciás püspök atya, mint az aparhanti plébánia újonnan kinevezett plébánosa, tisztelettel kérem a plébánosi tisztségbe való beiktatásomat. Köszönöm. Egy vezető, plébános, egy szolgálat, pásztor. Minden emberi élet területének ez a mélye titka, hogy hogyan tudunk ebben helytállni. És tudom, hogy ez egy új alkalom, atyát is elmondják, hát vannak idősebbek, akik már több helyen voltak, de hogy őket még így nem iktatták be. Majd a beszédben fogok erről hosszabban szólni. Az egyházközségek, önök és minden egyházközség, és a plébánosok. Az életnek egy olyan helyzetébe kerültek, ami eddig nem volt. És egy egészen más új szemléletet, új gondolatot kell találnunk, ezért rendkívül fontos, hogy megerősítsük magunkat, egymást, a
Az életnek ebben az új kihívásában, ahol ugyanúgy Isten közösségét, az egyház közösségét, a híveket, a családokat kell szolgálni. Kérem, hogy így kövessük, így legyünk jelen ennek a bejuttatásnak ezen a néhány pontján. Legelső egy hűséges kő. Minden új kezdet az egyházban egy eskütétellel, egy hitvallással kezdődik, és ilyenkor ezt meg kell tennünk. Én Barta Zsolt, a plébánosi hivatalnak a felvételekor ígérem, hogy a katolikus egyházzal való közösséget mind szavaimban, mind cselekedeteimben mindig megtartom. Készségesen és hűségben vállalom mindazon kötelezettségeket, amelyekkel akár az egyetemes, akár a helyi egyháznak tartozom ott, ahol a jog előírásai szerint hivatott vagyok szolgálatomat elvégezni. Az általam betöltött hivatalban, mint az egyház nevében végzek, a hitletéteményt egészében megőrzöm, hűen továbbadom és magyarázom, mindaz pedig, ami ezzel a tanítással ellenkezik, elutasítom. Az egész egyház egységes fegyelmi rendelkezéseit követem és megőrzöm, és minden egyházi törvény iránt tiszteletet tanúsítok, különösképpen az egyházi törvénykönyvben foglaltak iránt. Keresztény engedelmességgel követem mindazt, amit a szent pásztorok, mint a hit illetékes tanítói és oktatói hirdetnek, vagy amit az egyház vezetői meghatároznak, a megyés püspököket pedig hűségesen segítem, hogy az egyház nevében és megbízásából végzett apostoli tevékenység ugyanazon egyház közösségében eredményes legyen. Így segítsen engem az Isten és a szent evangéliumot, evangélium, melyet kezemmel most érintek. Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdtek benned. Kedves fiam, rád bízott hívő közösség színe előtt új és meg a szent lelések alkalmával tett ígéreteidet. Akarod-e Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora? Akarom. Akarod-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni? Akarom. Akarod-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben, az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére? Akarom. Akarod-e a rád bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni? Akarom. Akarsz-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarod-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magadat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul? Akarom Isten segítségével. Igész-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak? Ígérem. Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett benned. A katolikus közösség, az egyház, a keresztény közösség mélyebb titka az első pillanattól kezdve az a hit. Hogy mit hiszek és hogyan hiszek. És a hit mélyen egy családon belül is, és itt a közösségekben is kell, hogy jelen legyen.
Ezért kell a beiktatott plébánosnak is hitvallomást tenni, és ezért minden szentmisében, ünnepi szentmisében elmondjuk ezt a hitvallást. Most ő egyedül fogja ezt mondani, kérném, hogy álljunk föl, és lélekben mi is csöndesen kövessük. Én Barta Zsolt erősíttel hiszem és vallom egészében és minden részletében mindazt, amit a hitvallás tartalmaz, vagyis hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Erős hittel hiszem mindazt is, amit Isten írott, vagy áthagyományozott szava tartalmaz, és az egyház akár ünnepélyes ítélettel, akár a rendes és egyetemes tanítóhivatala által, mint Istentől kinyilatkoztatott kötelezően terjesztelő a hit számára. Határozottan elfogadom és tartom azt is egészében és minden részletében, amit az egyház a hitre, vagy az erkölcsre vonatkozó tanítása tekintetében véglegesen meghatározó jelleggel terjeszt elő. Ezen felül az akarat és az értelem vallásos meghajlásával elfogadom azokat a tanításokat, melyeket akár a római pápa, akár a püspökök testülete hirdet, amikor a hiteles tanítóhivatal gyakorolja. Abban az esetben is, ha nem véglegesen meghatározó cselekménnyel szándékozott azokat kihirdetni. Köszönöm, most ünnepélyesen alapítani a testvétét, hogy vallást foglaljuk helyet.
Húsan pirálhatnak egy kicsit. Kedves testvérek, kedves atyák, plébános úr! Négy pont az, amire szeretnék most ezen a különleges napon ránézni. Az egyik, amit ajándékba kaptunk itt az elején, az ünnep titka, a plébánosnak a beiktatása, az evangélium gondolata, Lázár föltámasztása, és ehhez nagyon kapcsolódik most az egyházközségeink helyzete, állapota. Nem tudjuk az emberiség életében, hogy kezdődött az ünnep, a hetedik nap, amikor több ezer évvel ezelőtt megfogalmazta a zsidó név, hogy hat napon át dolgozzál, és a hetediken pihenjél, ünnepeljél, akkor ez már gyakorlat volt. Ezt már élték. És több kultúrában ez megjelent. És az ember addig őrzi meg az emberi méltóságát, amíg tud ünnepelni. Amíg van ünnepi ruhája, ünnepi terített asztala, mert az ünnep mindig a kapcsolatról és a szeretetről szól. Aki már nem tud ünnepelni, attól már semmit nem lehet elvenni. Már mindent elveszített. Az a család akkor vész el igazából, amikor már nincs közös ünnepe. Hétvége van, munkaszüneti nap, de már nem ülünk az ünnepi asztalhoz. Hétről hétre, ünnepről ünnepre. Ez egy áldozat, ez egy odafigyelés, ez egy törődés. És ehhez nagyon kell ragaszkodni. Nagyon-nagyon sok gyászoló családdal beszélgettem, papi életem során. És a legszebb szülőkről, nagyszülőkről, a legtöbb, amit elmondtak a gyászuk fájdalmában, az az, hogy még most is ott van a szívünkben, az az ünnep, amit nekünk rendezett, amiből is most bátorítom a szülőket, nagyszülőket, ami kötelező volt, és ha nem mentünk, akkor baj volt, mert hogy meg kell tanítani a fiatalokat, a következő népet ünnepelni. Ezt nem lehet könyvből. Ezt nem lehet órán. Mert ez az élményből ragad be a szívünkbe. És ezt vagy újra kell teremteni, vagy megőrizni, de nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. Vannak itt fiatalok, és nagyon örülök neki, egy új házaspár, egy család indul, az egyik nagy feladatuk, hogy megtanuljanak ünnepelni együtt. Két kultúrából jönnek, két szokást hoznak, mi nálunk ez szokott lenni, ez a menü, így öltözünk, úgy öltözünk. Hogyan lesz? Mi? Hogy fogunk ünnepelni? És ha csak magunk vagyunk, csak férj és feleség, vagy csak szülők és gyerekek, akkor is ünneplőt veszek, mert vasárnap van, mert születésnap van, mert névnap van, mert házassági évforduló van, és nem melegítőben, nem fürdőkövetben, hanem ünneplőben, mert ünnepeljük a kapcsolatunkat, a szeretetünket, ami az életünknek olyan nagyon fontos és értékes. Én most nagyon köszönöm ezt az ünnepet, amit itt megrendeztek, ahogy férfiak, asszonyok felöltöztek, mert ünnep van, mert találkozni fogunk, mert együtt leszünk. A másik, a plébános beiktatása szerepe, minden emberi közösségben kell az, aki kicsit jobban szolgál. Jobban, többet kell, hogy odaadja. Iskolában az igazgató, a tanárok szolgálják a gyerekeket, és ott vannak munkahelyeken is van, politikában is ott vannak a vezetők,
polgármesterek, és nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Mi a feladatunk? Van egy falu közössége, egy város közössége, akik nekem szolgálnom kell. És a hangsúly a közösségem van. Elbillent az emberi élet. Elment gazdasági irányba. És tudom, hogy feszíti a polgármestereket, plébánosokat, iskolai igazgatókat, hogy hogy tudjuk anyagilag biztosítani engem is. Hogy tudok segíteni, hogy tudunk pénzzel. De ha csak erről szól, ha nem a közösségről, az emberi kapcsolatokról, szeretetről szól, ha nem építünk emberi közösséget, akkor abból háború lesz. Abból szenvedés lesz. Zavar lesz. Amikor egy család már csak az anyagiakról, csak az egyre több, egyre szebb, egyre nagyobbról tud beszélni. És nem a szív mélyéről, hogy hogy vagyok én itt, hogy vagy te itt, hogy éled az életedet mellette. Boldogabb vagy? Évről évre? Gyermekem, milyen, mi az, amire még vársz? Mi az, amit még én tudnék a szeretettel szívedben erősíteni? Ha nem ez, akkor egy idő után rabszolgává válunk, és elmenekülünk. Mert a szív ezt nem bírja. A szívettől szenved. És újra meg kell adnunk keresztény közösségnek is az erejét. Sokan halljuk, mondjuk, beszéljük, hogy az egyház is, a társadalom is egy nagyon nehéz időszakba érkezett, egy nehéz útvárát. De én nagyon szeretném az itt lévő képviselőkön keresztül az egyházközségeket megerősíteni, hogy ne gyengébb, ne nehezebb legyen az élet, hanem szebb és több. És fogom szorgalmazni és segíteni, hogy minden egyházközség tagjai, pappal, vagy akolitussal, vagy anélkül, minden vasárnap jöjjön össze. Mert keresztények vagyunk. Mert Krisztus tanítványai vagyunk. Mert mi nekünk össze kell tartani. Mert ez adja az erőnket. Családban is, közösségben is. És kell tudnom felolvasni egy szentírási részt, énekelni egyet, beszélgetni, és utána megerősödve folytatni az életutunkat. Ezt tudom, hogy új lesz, idegen lesz, de meg kell lépnünk. Nem számíthatunk már arra, hogy a pap vagy a szolgálata mindenütt ott lesz. Igyekszem hívni majd a férfiakat az akolitusi szolgálatra, hogy ha amelyet csak egy mód van rá, minden helyben találjuk valakit, aki ott fog szolgálni, hogy a polgármestereket meg kell találni. És elvállalja a szolgálatot, a munkát, az áldozatot. Így kell nekünk is ebben megtalálni az új utat, hogy a közösséget, önöket, és akik most nincsenek itt, lelkileg, emberségben egyre jobban, egyre gazdagabban szól el. A mai evangélium minden vasárnapnak nekünk megvan szava, hogy melyik az evangélium, nem a plébános, nem a püspök dönti el, hogy mi lesz az evangélium, hanem elő van írva. Rómában a Szent Péter Székesegyházban is ma ezt az evangéliumot olvasták. Tehát ez nálunk egy ilyen szava. De egy óriási ajándéknak tartom, ma pont ezt olvastuk. Lázár föltámasztás. Egy barát, aki nagyon sokat segített Jézusnak, nagyon mellette volt, és valahogy úgy értették egymást. Mindenki szívében van egy barát, barátnő, aki tudom, hogy nekem fontos, értékes. Így volt Lázár Jézus életében, és így volt Jézus Lázár életében. És meghal.
És akkor tudjuk a történetet, nem azt akarom elmondani, hanem ennek a történetnek ma nekünk szóló néhány pontjára ránézni. Az egyik, azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ. Néha meghal egy kapcsolat, meghal egy közösség, meghal egy épület. Kétségbe esünk, hogy mi lesz, megmarad, meg tudjuk menteni. És Jézus azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Rám telepszik a hétköznap, a házasságra, a szülő-gyerek kapcsolatra, annyi konfliktus, annyi zavar, annyi sebb volt már, olyan, mint egy síron egy kő, és tehetetlennek érezzük magunkat, mert meghalt. Sőt, azt mondja Márta, Uram, ne csináld, kérlek, ne, már szabadon. Hányszor ezt érezzük, hogy az életnek, a nyomorúságának, az elhanyagoltságának, az elfeledettségének már szaga van, a hajléktalannak, de néha a mellettük lévőnek is, nem fizikailag értem, hanem már támadott, már valami ott zavar, az egyházközség, ahol már nem szeretek menni, vagy nem akarok menni, mert nem érzem, nem látom, nem tudom miért mennék. Lehet, hogy pont akik ott vannak, kinéznek. Meglátom a tekintetüket, és azt mondom, ezt nem akarom többé. Mert úgy néznek rám, mint akinek szaga van. Nem tudnak jól befogadni. Ez mind a két oldal szenvedése. És azt mondja Jézus, hogy nem. Nem, vegyétek el a követ. Az Istennek az a szándéka, hogy az életünkre ránehezelő terhektől, a házasságra, a családra, közösségre, az egyházközségekre, lehet, hogy kívülről halottnak látszik. Lehet, hogy már én se szeretem, már szaga van. De Jézus, az Isten ma is azt akarja, hogy éljünk. Azt akarja, hogy újjászülessünk. Nevén szólítja. Isten nem általánosságban beszél. Nem általánosságban szól ebben a világban a nevedet. A nevemen szólít. Az estőtétel úgy kezdődik, hogy én, Balta Zsolt. A nevemen az egész embert jelenti. És ne engedjük, hogy ott maradjunk a sírba, hogy a másik ott maradjon. A hitünk, az egyház hite, a közösségnek a hite, az a gyógyulás, az újjászületés. A húsvét története nem 2000 éves történet. Nem arról szól, hogy 2000 évvel ezelőtt feltámadt Jézus, és akkor most megünnepeljük, és amen. Nekem kell feltámadni. Rám vár, rád vár, a te családodra, a te kapcsolatodra a feltámadás. Az új élet, mint Lázáréra. Fiatalok, hányszor vagy kétségbe esnek az életben is, azt mondják, hogy nem tudom, hogyan tovább. Halottnak érzik magukat, és újjá kell születni. És ez adja az életnek az új lendületét és gazdagságát. És eloldozzák. Jézus mondja, oldozzátok el. Bocsássunk meg. Mi az eloldozás? Leülni a másikkal, kettesben, szülő gyermekkel. Tudom, nagyon sokszor nem úgy szerettelek, ahogy kellett volna. Vagy nem szerettelek. És minden ilyen egy lánc, egy kötél, egy kő a másik szívé, életé. És ha meg tudod bocsátani, ha akarom, ha merem elmondani, akkor megszületik ez. Ezt mondja az Úr, oldozd föl. Nem tudja más. Neked kell a testvér a testvért, a hitves a hitvest. Nem az igazság a fontos. Semmit nem érünk az igazsággal. A béke, az öröm, a szeretet,
az élt, az tart meg, az a jövőt. Egy ünnep, amikor egy új vezetőt ünnepelünk, álljanak mellé, segítség. A férfiak, férfiasak, határozottan, közösségben, tanulni kell az atyáknak, és nem csak Zsoltának, minden valamnak. Innentől sokkal jobban együtt kell gondolni, gondolkozni, együtt tervezni, együtt élni a hívekkel. Ez csapatmunka. Ez nem magányos, farkas feladat. És ez a közösségnek a lényege és a titka. És minél többen megélik a hit örömében, a hit biztonságában, a feltámadásnak, az újrakezdésnek, az újraéledésnek ezt az örömét, annál többen fogunk körvendezni, mint Lázár és Lázárnak a testvére, az életnek. Ránk már még vár az élet. És ezt az életet csak mi tudjuk szebbé, jobbá tenni, megbocsátani, elfelejteni, feloldozni. És akkor már nem lesz szaga, akkor már nem lesz bezárva, akkor valami gyönyörűség, valami sokkal szebb születik meg, és akkor az öröm, a béke, a háladás, az élet, amely akkor ott húsvétkor elindult, és aminek most készülünk, az valóság lesz az önök életében, az önök szívében, a családjaiban, a faluk, az egyházközségek életében. És akkor megértjük, hogy az Isten hogyan van velünk, és hogy ma újra nevünkön szólít, mert akarja, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Hívek könyörgésével folytatjuk áldozatot. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent 40 napot. Imádkozzunk azokért, akiknek nincs meg a mindennapi kenyerük. Add Urunk, hogy segítséget kapjanak általunk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk azokért, akiknek lelkében a médiák zűrzavart okoznak. Adjunk, hogy felfedezzék az Úr Jézus szavát, mint az élet forrását, és hozzáigazodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk azokért, akik az igehirdetésben az Úr Jézus szavát életükkel teszik hitelessé. Adj nekik álhatatosságot az ige szolgálatában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk önmagunkért, akik a gonosz lélek kísértéseit tapasztaljuk. Add Urunk, hogy imádsággal és önmegtagadással győzhessünk a kísértések felett. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jézusom, ki mint lelkünk jó pásztora az oltári szentségben köztünk lakozol, áll az oltárodról kegyelmet bősugarát a mi lelki atyánknak. Add meg neki a kegyelmeket, melyekre szüksége van, hogy gonddal vérasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szent Élet kegyelme bízott rá. Kérünk téged, hallgass meg minket! Irgalmas Istenünk, te mindenkit meghallgatsz, aki segítségedet kéri. Állj mellettünk a kísértés idején, s vezérelj mindnyájunkat igaz bűnbánatra, Krisztus a mi Urunk által. Ezt a szemmisét Váger Péternél született Schuller Géva lelkünkért ajánlunk fel halálának első évfordulóján. Ezt szemmise áldozat kegyelme oldozza fel őt kötelékeiből, hogy eljuthasson Isten színére.
testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos. Illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját Lázárt. Mint örök Isten, feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvét szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt, add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzá, midőn velük együtt újjongva zenjük. Ő mielőtt önként áldotta magát a szenvedéssel, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
kívül szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az illet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden magunk egyházak sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreidről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az égesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő velem és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Istent Atyának hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, akkor így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne hívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjunk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötték. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedet. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békejelével. Ne bánj épp kérdelemre és sárgozatokra, hanem jóságot.
könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Köszönöm szépen Püspök atyának, hogy eljött együtt ünnepelni velünk, és bejutatott a plébánosok sorába. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és kérem továbbra is az imájukat és a segítségüket abban, hogy azt a feladatot, amit Püspök atya rám bízott, hisz közösségileg tudjuk csak megoldani, Isten dicsőségére szolgáljon. Hirdetni szeretném a következőket. Aparon itt március 29-én szerdán 11 órakor lesz a Kálvária megáldása, este 6 órakor szentmise. Hirdetni szeretném a kedves testvéreknek, hogy mivel Kisbéren és a filiális területen nagybőti lelki gyakorlatot tartok, ezért nem lesz csütörtökön szentmise. Pénteken 31-én 4:12-kor Fábián Istvánné Katalin temetési gyászmiséje lesz, délbe lesz a temetése. Hirdetni szeretném, hogy április 1-én szombaton az apari temetőben 15 órakor az irgalmasság rózsafűzért fogjuk elimádkozni, egy rövid keresztutat fogunk tartani, majd barkaszentelést, és azután pedig megálljuk Endrődi Pál és Vizi János plébánosok sírját, melyek felújítása Schmidt János adományában történt még. Hálás köszönet érte. Itt Aparon, április 2-án virágvasárnap a 11 órási szentmisét Faust János, hitvese Palkó Anna halálának második évfordulóján mutatom be. Hanton, szombaton lesz szentmise április 1-én 17 órakor, a szentmisét Juhász Ambrus veje Károly fia Ambrus és neje lelki üdvéért mutatom be. Nagyon köszönöm, hát én is még egyszer köszönöm mindent, és köszönöm ezt a gyönyörű ünnepet. Nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, és kérném, hogy amit mondtam is a beszédben, hogy összefogni, együtt gondolkodni. Az elején tudom, hogy egy kicsit türelmesebbnek kell lenni. Nekem is 2 éve vagyok, de még csak ismerkedem. Még csak tanulom, hogy mit lehet, hogy tudok jobban szolgálni. És ebben meg csak úgyha találkozunk és együtt gondolkodunk. Jóisten áldása, öröme, szeretete legyen minnyájukkal, és kívánom, hogy a húsvét ünnepen ne csak így külsőleg, hanem hogy belül is egy igazi újat, szépet, gazdagabbat hozzon. Legyünk ebben bátrabbak, határozottabbak, és higgyünk benne, hogy Isten bennünk is akarja az új életet, a feltámadást, a több szépet és a jobbat. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével! Istenem!